Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Németh Szilárd, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, a Fidesz alelnöke, a Magyar Honvédség parlamenti államtitkára, stúdiónk állandó vendége. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Németh úr, én most előléptetném önt a NATO fejévé. Hoha, várjunk ebben még egy kicsit. Nem, mert én itt komoly problémában vagyok. Az éjszaka az izraeli hadsereg mozgósított. Az amerikai elnök találkozik az észak-koreai elnökkel. A G7-en Merkel asszony és a francia elnöknek a testmozgása olyan volt, minthogyha le akarták volna győzni az amerikai elnököt, így az asztalra ült szépen ott magának, ők meg úgy rárepültek. Én úgy érzem, hogy valami nincs rendben a világban. Nyugtasson már engem meg, hogy mi legalább, mint egy NATO tagország, föl vagyunk készülve, seregeink hadba állnak, ki van pucolva a cipőjük, vannak nekik nem csak marok fegyvereik, hanem a legjobb technikával is föl vannak szerelve, és akkor kezdjük a Zrínyi tervvel, aminek igenis köze van ahhoz, hogy mi történik a világban. Igen, azért több mozgás volt ennél a múlt héten, hiszen a honvédelmi miniszterek és Benkő Tibor tábornok úr, miniszter úr képviselte hazánkat. Ugye múlt hétvégén csütörtök pénteken egy NATO csúcson találkoztak, és aztán a hétvégén még találkoztak a kelet-európai NATO tagállamok államfői, ugye lengyel meghívásra, tehát azért itt többféle mozgás van, és nyilvánvaló ezek a találkozók, ezek mind egy irányba mennek, abba az irányba, hogy egyrészt aki a NATO szövetség tagja, az biztonságban tudja magát, másrészt pedig az eddig kialakulott rendszerek azok azért szilárdan és biztonságosan tudjanak működni. Nagyjából szerintem ez lehet az eredő, és ebben mindenki megteszi a magáét. Említette itt az amerikai elnök és az észak-koreai elnöknek a találkozóját, ugye holnap után történik ez meg. Hát ez történelmi időben találkozó. Megérkezik. Messzinek tűnik ez innen nekünk, meg földrajzilag messze van ez tőlünk. De kitörhet a világbéke. Hát én nagyon örülök neki. Hát a világbéke, mi a világbéke? Az a kérdés. Hát akkor, hogyha egy aránylag felelőtlen állam lemond az atomkísérletekről, és leszereli azt, és megszünteti azt, ami idáig van, akkor egy lépéssel közelebb. Az aránylag felelőtlen szerintem egy nagyon kímélő megnevezése annak, ami Észak-Koreában zajlik, de nyilván ez valaminek a kezdete lehet, és annak az elsődleges következménye az kell, hogy legyen, hogy ne kerüljön olyan emberek, olyan államok, olyan hatalmak kezébe atomfegyver, akik azt tényleg felelőtlenül tudják használni, és ráadásul tudnák is, mert megvan hozzá az eszközparkjuk. Na persze, természetesen, hogy gondolatmenetét meg ne zavarjam, de Teheránba viszont full gázra kapcsoltak. Igen, hát az egy másik történet, ugye ott úgy érzik az izraeliek, hogy ők fenyegetve vannak Irán által, ennek meg föllen készülnek, ahogy említette is, és hát ott többféle fenyegetést kell elszenvedni. A készülnek szó, itt azért készültségben vannak és igen, mozgosítottak. Igen, igen. Ez a készültségnek egy a legmagasabb foka, vagy a készülésnek a legmagasabb foka, amihez ők egyébként az elmúlt időszakban teljes mértékben hozzászoktak. Szászlónak is egy a vége, minden országnak kötelessége magát megvédeni. Tehát ez ugye a NATO szövetségi rendszerben is így gondolkodunk. Tehát ugyan van a szövetségi rendszer, de mi nem bízhatjuk az ország biztonságát, az ország szuverenitását teljes egészében a szövetségi rendszerünkre, és ennek megfelelően készült el a Zrínyi 2026-os fejlesztési program, ugye amelynek két lába van egy honvédelmi, meg van egy haderőfejlesztési lába. Ha úgy tetszik, van egy humán, meg van egy műszaki fejlesztési környezet, amihez nagyon komoly pénzeket
rendelt a kormány, tehát a pénz megvan egészen. Tehát lehet, 2020, hogy a 2026-os lemaradásokat behozzuk? A 2%-os, ez egy olyan bűvös dolog ez a 2%. Ugye a németek már bemondták, hogy itt, hogyha fejre áll bárki, akkor sem mennek 1,6% fölé. Tehát őket ez igazából így nem igazán érinti. De azért a Bundeswehr elég erősnek tűnik, azt gondolom. És a 2%-ot én abban a konstellációban értelmezném, hogy ugyan van egy ilyen kötelezettségünk, de nem ez mozgat bennünket, hanem hogy szükséges az, a GDP 2%-a szükséges ahhoz, hogy a haderőfejlesztést, hogy a honvédelmi fejlesztést, hogy azt a célt, amiben azt mondtuk, hogy egy olyan hadseregre, egy olyan honvédségre, olyan magyar honvédségre van szükségünk, amely képes biztosítani minden körülmények között, modernül felszerelt hadseregre, olyan katonákból, tisztekből, hazaszerető tisztekből kell, hogy álljon, amely képes biztosítani Magyarország szuverenitását. Az önkéntes tartalékosok is a hadsereg része. Ugye nem csak a profik, akik az akadémián megkapják, a Ludovikán megkapják a képzést, hanem ennek részét kell, hogy képezze, az a területvédelmi önkéntesség, amiben lehetőséget biztosítunk azoknak a nem profiknak, azoknak a magyar állampolgároknak, akik szeretnék fegyverrel a hazájukat szolgálni, és egy katonai esküt is hajlandók tenni, ami egyébként a legerősebb, mert az ember a hazaszolgálatáért az életét ajánlja fölcserébe. Igen, egy pillanatban azért ugorjunk vissza, ez a 2%-os GDP, ez azért egész más a mi 2%-os GDP-ink, vagy például Németország 2%-os GDP-je, mert ugye a hát az ország befolyása is más, gazdasági állapota is más, történelme is más. Ugye egy 80 milliós Németországról beszélünk, és egy 10 milliós Magyarországról, és egy 15 milliós magyar nemzetről. Tehát ez a kettő ugye méreteiben nem ugyanaz az a történet, és a felelősség sem ugyanaz. És most jelenleg a politikánk ugyan közelít egymáshoz, de például a bevándorlás kérdésében a politikánk sem ugyanaz. A bevándorlás kérdésében nagyon érdekes dolog történt a hétvégén. A német közszolgálati rádió riportere arról próbált engem meggyőzni, hogy dühöng Magyarországon az antiszemitizmus, és amikor elővettem neki és megmutattam neki azokat az interjúkat, amit német és osztrák állampolgárokkal készítettem, akik ide járnak a hétvégén a bazilikába, misére, vagy azokkal a zsidókkal, akik ide járnak a zsinagógákba a hétvégére. Szegényként teljesen papon volt, és azt mondta, hogy ez tuti? Mondom, hát a képek önmagáért beszélnek, és az utcáról szedtem össze őket, tehát nem én rendeltem meg őket. Teljesen meg volt lepődve, majd elvittem őt, éppen itt volt mellettünk a Judapest, hogy keressük már egy-két tankot, itt van több ezer zsidó, pajeszos és nem pajeszos, itt virgonckodtak a gyerekek, és a teleobjektívát ekkorára nyitotta meg a mikrofonját, azt mondta, hogy és ezt miért tartják titokba? Kérdezem én önt, mindennek a kormánypártnak az alelnökét, miért tartják titokba azt, hogy itt az emberek biztonságban vannak? Abszolút nem tartjuk titokba, nem mi tartjuk titokba, hanem ezt lezárják. Tehát Németországban, illetve Brüsszelben, ahol elvileg minket a sajtószabadság lábbal tiprása miatt próbálnak elítélni, már a kettős mérce se állja meg a helyét, tehát már ez a szó sem. Egész egyszerűen van egy politikai nézetkülönbség, és ezért mindent, ami azt a politikát, ami az ő politikájukkal szembe megy, mindent, ami azt támasztja alá, azt el fogják hallgatni, agyon fogják hallgatni, meg fogják hamisítani. De nem fogják hallgatni. A saját embereiket, tehát a saját csatornáikon belül, a saját állampolgáriket félretájékoztatják. Ilyen egyszerű a történet. Hát én most jöttem ide ebbe a stúdióba. Itt jöttem át Budapest zsidó negyedén keresztül. Elindultak az emberek látványosan, láthatóan zsidó emberek szabadon, békésen járnak az utcában. Békésen járnak az utcákon, mennek a dolgukra, a gyerekek mennek az iskolába, attribútumokkal felszerelve, tehát jól láthatóan. Nincsenek géppisztolyos katonák, nincsenek rendőrök, nem kell félniük, hogy ők eljussanak az egyik helyről a másik helyre. Ezzel szemben Párizsban, Franciaországban vagy Németországban, ahol megverték őket. Pusztán azért, mert zsidók. Na de én nem nagyon szoktam önt, illetve a kormányát bírálni, csak elmondom a véleményemet.
Ezek a riporterek azért találtak meg, mert ők látják a mi idegen nyelvű adásainkat, amiknek nincsenek határaik, azok az éteren túlmennek. És mi ezeket sugározunk, és azt mondták, hogy ez lehetetlen. Most eljöttek, megnézték. És azt mondták, lehet. Hogy lehet, úgyhogy kéne, hogy tegyenek valamilyen. Mi hamarosan lehet, hogy eltűnünk az éterből, úgyhogy gondoskodjanak valakiről, aki lehet, hogy az igazat úgy megmondja. Magunk részéről éppen nagyon komoly a kapcsolatfelvétel is, tehát most ugye egy új típusú kapcsolatfelvételre került sor, illetve nem felvételre, hanem kibővítése a német kormányzó párt, a CDU és a magyar kormányzó párt a Fidesz között, tehát azokat a csatornákat szeretnénk üzemeltetni, ahol a mi álláspontunk kikristályosodhat. Mi azt nem mondjuk, hogy ebben szemben nincs más álláspont, tehát mi nem tagadjuk el. Azt mondjuk, hogy nézzük meg, mi történik. És nálunk a április 8-án az emberek világos álláspontot fejtettek ki arról, hogy mit gondolnak ebben a kérdésben, hiszen egy nagyon erős felhatalmazást adtak arra, hogy az ország szuverenitását középpontba állítva védjük meg a magyar kultúrát és a magyar embereknek a biztonságát. Mit gondol ön, van-e szükség a NATO-n kívül egy közös európai hadseregre? Ezt én nem tudom önmagamban meghatározni. Vagy inkább a nemzeti hadseregekkel, nem is vagyok abban a helyzetben, nem is vagyok abban a helyzetben, hogy tehát nem vagyok úgy fölkészülve, hogy én erről most véleményt tudjak mondani, de szerintem Európában, az én magán véleményem, én azt látom, hogy Európa gazdag. Európának megvannak a lehetőségei arra, hogy a szuverenitását, az európai szuverenitást, a szabad nemzeteknek a szuverenitását tudja biztosítani. Ebbe mindenféleképpen egy közös európai hadsereg bele kell, hogy férjen. Annak minden egyes alapjával, a katonák képzésével, a fegyverek gyártásával, európai fegyverekkel való felszereléssel, és minden egyébbel, ami azt biztosítaná, hogy Európát is gyakorlatilag ezen a téren is nagyhatalomként kezeljék. Ma Európa gyenge, ma Európát nem tudják nagyhatalomként kezelni, mert nincs megfelelő eszköz a kezében, hogy ezt be tudja bizonyítani. Maradt hátra 2 percünk, és nem lehet önt vendégül látni annélkül, hogy a kis ördög ne motoszkáljon bennem, és ne kérdezzem valamiről, ami a sporttal kapcsolatos. Hamarosan Győr városába megindul az ön kedvenc sportja. Igen. Mi is lesz ott? Igen, hát a Grand Prix az mindig egy nagyon nagy esemény, egy olyan esemény egyébként a magyar birkozók életében, amit nemzetközi szinten jegyeznek, és nemzetközi szinten például következménye is van ennek a Grand Prix-nek. Ezt a rendezvényt indítjuk el ezen a héten, ennek a felkészülése történt meg, akár a rendezvény lebonyolítására, akár a magyar csapatnak a felkészítésére, rendkívül bizakodó vagyok, hogy jól fogunk szerepelni. Fényesek lesznek az érmek? Nagyon bízom benne. Megvan rá lehetőségünk. Miért pont Győr? Jó sorsolással. Győrben találtuk meg azt a lehetőséget, hogy most már sok-sok éve Szombathelyen volt, hogy egy picit változtassunk ezen, és még inkább emelkedő pályára tudjuk tenni akár a közönséggel való kapcsolatot, akár az elérhetőségét. Ez egy fő próbája lesz egyébként a budapesti világbajnokságnak, az októberi világbajnokságnak, úgyhogy nagyon szorítok a szervezőknek, hogy minden jó. A nemzetközi sportéletben ebben a témában milyen előkelő helyet foglal ezzel? Hát a legnagyobb ilyen típusú egyébként a kötött fogású birkózás. Hány vendégre számítanak? Életében. Hát a vendéget nem tudok megmondani. Azt, hány sport, azt, hány versenyzőre? Azt meg tudom mondani, hogy ezreket fogunk megmozgatni a versenyzőkkel, a versenylebonyolítókkal és a nézőkkel együtt. Sokszor rendeztek már Magyarországon ilyet? Természetesen. Magyarországnak nagyon nagy tapasztalata van nemzetközi versenyeknek a lebonyolításában, és azt látom, hogy most a gazdasági környezet és az országnak az egész berendezkedése, az ország állapota, egy erős Magyarország, az képes lebonyolítani bármilyen rendezvény, bármilyen kulturális vagy sporteseményt. Ezt jól bizonyította a tavalyi FINA, és remélem, hogy nagyon jól fogja bizonyítani az idei birkózó világbajnokság, felnőtt világbajnokság az ősszel. Csepelen hol tartunk az építkezésben? Hát már, hogyha kijön, akkor már láthatják, hogy most már a tartóoszlopokat fölállították, úgyhogy időre kész lesz, tehát ez 2019. szeptemberében
mindenféleképpen átadásra fog kerülni. Az elmúlt percekben Németh Szilárdot, a Magyar Honvédség parlamenti államtitkárát, a Fidesz alelnökét és a Birkózó Szövetség, milyen a Birkózó Szövetségnek elnöke? Igen. Hány saját érme van? Nekem? Hát én fiatalon birkóztam, szerintem 12-13. Mi körülön a legmagasabb közülünk? Egy Budapest bajnokság. Hát bízunk benne, hogy még sok-sok érelmmel gazdagodik akkor a magyar ez irányú birkózó sport, és visszavárjuk. Köszönöm szépen. Most előzetesek, és utána Máris Szabadai Viktorral a környezetvédelemről fogunk beszélgetni.